Most kicsit közelebbről is megismerhetik a császártöltésről származó Lejb Balázst. Elárulja nekünk, hogy miért hagyta abba a focit, miért képes 4 órát ülni a téli minuszokban, és hogy szerinte miért eredményesebbek a korosztályában a franciák. Lejb Balázzsal még a tunéziai ifjúsági világbajnokság előtt beszélgettünk. Épp Svédországból érkezett haza. Egy ismerősöm segítségével az Eskilstuna csapatába kibírtam kerülni. A hétvégi fordulókat, bajnoki fordulókat megelőz egy 5 napos edzőtábor. A csapattársaim Svédországban, őket már korábbról ismerem, mert találkoztam velük nemzetközi versenyeken. A svéd másodosztályban sok külföldi játszik, de a játékosok többsége a svédek közül kerül ki, akik türelmesebb pingpongot játszanak. A svéd játékosokon szerintem azt lehet megfigyelni, hogy többször ütik át a labdát, nem bombázzák el olyan hamar, és aztán tartják a labdát. No, de ugorjunk vissza 9 évet az időben. Ekkor ugyanis meghatározó esemény történt Balázs életében. 2013-ban húsvétre kaptunk egy pingpongasztalat a testvéremmel. Később mentünk át Vackertre nyáron jelentkezni egy edzőtáborba, de mondta Ambrus Feribá, hogy ilyen kezdőknek nincsen edzőtábor még, de szívesen foglalkozik velünk. Ekkor még fotballoztam is. A focilabdával is ügyesen bánt, 11 évesen mégis abba hagyta a legnépszerűbb sportágat. A foci az szerintem ment, vagy hát én úgy gondolom, hogy ment, de meguntam a fotballt és a pingpongot választottam helyette. Már nem tudom, hogy mit untam meg, de nem volt már kedvem játszani. Nem volt kedvem futkorászni olyan sokat. Komolyabb szinten azért a pingpongasztalnál is intenzíven kell mozogni. Ez mégis jobban tetszett neki. Nekem ezt tetszett meg, hogy egy egyéni sportág, minden rajtam áll és bukik. Hát a nehézség az volt, hogy figyeljek az edzőkre, amit mondanak nekem. 12 éves koromban akkor az országos bajnokságon elértem második helyezést, és akkor utána jött meg inkább a motivációm, hogy a pingpongot azt még jobban kell erőltetni. Ekkor még általános iskolába járt, ám a tanárai partnerek voltak a fejlődésében. Az általános iskolás éveim alatt a tanárok azok rendkívül segítőkészek voltak, és örültek a sikereimnek. A középiskolát azt most kezdtem el. Itt is szerencsére elmondhatom ugyanezt, hogy tolerálják a sok hiányzást, de amikor tudom, akkor pótolok. A kedvenc tárgyai közé a német és az angol nyelv tartozik. Németül már 8 éve tanulok, ez a 9. évem. Nem beszélek olyan rosszul, de angolul ezek a versenyek miatt, meg az ilyen nemzetközi, ahol tudok angolul kommunikálni, ott az jobban megy. Amikor épp nem pingpongozik és nem is az iskolai lemaradását hozza be, akkor szívesen tölti az idejét a barátaival, valamint van egy természetközeli hobbija is. Apukámmal szoktam néha menni vadászni, és horgászni szeretek. A vadászat az nagyon izgalmas. Tud lenni, de nem mindig. Ez olyan, hogy hát amikor 4 órát ülök apukámmal, februárban, ahol mínusz fogok vannak, és nem jön egy állat sem, akkor viszont nagyon unalmas, de ha jön valamint, az nagyon jó. Átvitt értelemben az asztal mellett is egyre több nagy vadat sikerül elejtenie. 2022-ben nem csak a VB-n tette le a névjegyét a nemzetközi tornákon. Az utánpótlás EB-n egyesben, párosban és csapatban is bronzérmet szerzett, majd az európai top 10 versenyen szintén 3. lett. Ez eddigi legnehezebb versenyemnek mondanám. 3 nap alatt játszottam le 9 meccset, itt az Európa a legjobb játékosai vettek részt, szóval nem volt egyetlen egy könnyű meccsem. 6 mérkőzést nyertem meg, és 3-at vesztettem. Az utolsó nap volt a legnehezebb, mert akkor játszottam az első helyzettel, a másodikkal, és a későbbi 5. helyzettel is. A korosztályában Európában a franciák viszik a prímet, de nem feltétlenül azért, mert tehetségesebbek nála. A nyári Európa-bajnokságon megfigyelhettük, hogy a francia válogatottnak nagyobb szakmai stábja van. Például bemelegítő edző, masszőr, pszichológus. Szerintem
nem vagyunk ügyetlenebbek, mint a franciák, de kevesebb figyelmet fordítunk a részletekre. Például pszichológiai felkészülés egy versenyre, vagy speciális kondiedzés, vagy akár étrend. A serdülőkorból kiöregedő Balázs idén lesz elsőéves ifista, így az eredményekben várható némi visszaesés. A fő hangsúly a fejlődésen lesz. Ott még magamtól ilyen hatalmas tetteket nem várok el. Ott az a célom, hogy belekóstoljak, hogy milyen az ifi mezőny, hogy játszhatok 3 évvel idősebbek ellen is, hogy még nincsenek nagy elvárások magammal szemben.